A karcagi járási ügyészség rablás büntette miatt emelt vádat azzal az 50 éves püspökladányi férfival szemben, aki Karcagon kora délután a nyílt utcán rabolt ki egy rokkant férfit. A vád szerint a korábban rablás miatt már két alkalommal elítélt, ittas állapotban lévő férfi Karcagon 2023. október 22-én a kora délutáni órákban észrevette a járdán rokkant kocsijával közlekedő, a jobb végtagjaira lebénult 65 éves sértettet, és az idős férfi után futott. Amikor a támadó a rokkant kocsi mellé ért, megragadta az idős férfinak a vállán keresztbe vetett táskáját, és azt húzni kezdte. A sértett ekkor a bal kezével próbálta tartani a táskáját, azonban a vádlott azt addig rángatta, míg a sértett a rokkant kocsijával együtt felborult. Az elkövető ezt követően a földön fekvő sértett kezéből kirángatva végül elvette a táskát, és azzal, valamint az abban lévő pénztárcával, 6000 forint készpénzzel, személyes okmányokkal és bankkártyával együtt a helyszínt elhagyta. A helyieket is megbotránkoztatta az eset. Riporterünknek elmondták, hogy felháborító, hogy megtámadnak egy embert, és ráadásul pont egy olyan szemét, aki védekezni se tud, mert beteg. Ez nagyon csúnya dolog, biztos, hogy egy olyan elesett embert. Mert elméletileg, hát na most rokkant kocsiba azért is van, hogy jól eresett, meg na, nem bír úgy közlekedni, és hát egy olyan embert vagy megverni, hát az feltámas, nagyon feltámas. Egy másik megkérdezett lakos riporterünknek elmondta, hogy ugye nem hallott az esetről, de őt is mélységesen felháborítják a történtek. Nem tudok rám mit mondani, mert ez szomorú eset. Szomorú. Tehát nagyon sajnálatos, hogy mai világban ilyen megtörténik. Tisztában nem vagyok, hogy minek mennyi a mi szabható ki, de én biztos súlyos büntetést adnak neki, mert szegény ő ugye egy ilyen kocsival nem tud védekezni. És hát a támadónak meg gondolom azért könnyű dolga volt vele kapcsolatban. Egy rokkant embert hát az nem bántani kell, hanem segíteni kell. Mindenkinek arra kéne törekedni, hogy segítsék az ilyen embereket, én elesett embereket. Nem hallottam róla, de nagyon elítélem. A járási ügyészség vádiratában a többszörösen büntetett, különös visszaesőnek minősülő férfival szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben a karcagi járásbíróság fog dönteni.